A honi kickbox egyik legnevesebb alakja volt Heckenberger Iván. A feketeöves öddanos mester vezette többek között a pécsi dozsó esét, valamint a Magyar Orientál Tájkik és Body Contact Szövetséget is. Nem sok választotta el a legmagasabb dan elérésétől. Heckenberger Iván rövid lefolyású betegségben hunyt el 5 évvel ezelőtt. A mesteredző számára mindig az volt a legfontosabb, hogy tanítványai sikeresen szerepeljenek és hogy népszerűsítsék a küzdősportot. Halála után két egykori tanítványa, Jónás Zoltán és Jó Sándor úgy döntöttek, nem hagyják veszni örökségét. Már elég régóta terveztük ezt, hogy megcsináljuk ezt a versenyt. Tavaly év végén döntöttük el, hogy akkor most idén megrendezzük, hogy volt az a vírus előtt, azért nem tudtuk ezt megrendezni. Egyszer már volt 2018-ban, akkor rendeztünk egy emlékversenyt. Aztán most csináltuk ezt megint, ugye a mesterének, Heckenberger Ivánnak csináltuk ezt az emlékversenyt. A versenyeknél igazából mindig eszembe jut, mert őnek is volt könnyű az egész szervezés, most mi is ebből így belecsöppentünk, így látom. Meg hát a versenyzőket, amikor készítjük fel egy versenyre, akkor mindig eszembe jut, hogy mi miért volt, mit miért csináltuk, abban az időben miért ennyit erősítettünk, miért iskoláztunk, miért rugópajzsoztunk, miért zsákoltunk, tehát minden ilyen dolog akkor eszembe jut. Meghívásos verseny, jöttek Horvátországból, jöttek Magyarország minden pontjáról, minden területéről igazából. Hogy K1 és K1 Light szabályrendszerbe fognak menni a mérkőzések. 6 tanítványom indul K1-ben, hát a jó eredmények reményében indítottam el őket, mert elég ügyesek a srácok. Van egy elég ügyes tanítványom, egy 9 éves kis srác. A K1 Light-ban nem lehet olyan erős technikákat kivitelezni, illetve ott nincs fordulásütés, fordulásrugás, tehát ami tud ugye kontrollálni az ember, olyan ütésrugás van a K1 Light-ban. Már egy éve járok, mert igazából boxot szeretek. Hát szoktunk fekvőzni, futni, páros gyakorlatozni, akkor zsákolni, bunyózni. 10 év vagyok a Garuda tagja, és most a legnagyobb eredményem az Thaiföldön volt, decemberben a Bangkokban 5. helyet sikerült elérnem. Igazából a K1 meg a Muay Thai is mind a kettő valamiben jó, mind a kettő szeretem igazából. Heckenberger Iván kisgyermekként könyvből tanulta a kickboxot, 19 évesen lépett be a Magyar Kickbox Szövetségbe, melynek egyben alapító tagja is volt. 17 évesen kezdett edzősködni, akkoriban még az összes tanítványa idősebb volt nála. Az évek során elvégezte nem csak a kickbox, hanem az ökölvívó és többek között a thaibox edzői tanfolyamokat is, bár ezekben a sportágakban nem versenyzett, trénerként több versenyzője ért el országos és nemzetközi sikereket.